Hello, hiányoztam. Nagyon, de nagyon remélem, hogy igen, ugyanis egyszerűen nincsenek esték Robi nélkül, szóval itt is vagyunk egy újabb horror videóban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, én Elek Robi vagyok. A most következő videónkban pedig az egyik kedvenc rövid horrorfilmes csatornámról hoztam el nektek kettő horrorfilmet, méghozzá a Bloody Mary 1-et, illetve 2-t. Most azon gondolkozok amúgy, hogy mi lenne akkor, hogyha megidéznénk videóban, és megnéznénk, hogy mégis mi történne akkor. Lehetséges, hogy ez nem túl jó ötlet, de szerintem kössünk egy alkut, hogyha meg lesz ezen a videón, fú, most nem kéne keveset mondani, hogyha már itt az életemet kockáztatom meg minden, az 5 like, nem, dehogy is, az 5 az nagyon kevés. A 6 like, nem. Ha meg lesz mondjuk a 3000 like, akkor bizony jövök a Bloody Mary idézős videóval. Én őszintén szóval lehetséges, hogy egy kicsikét így reménykedek benne, hogy csak nem lesz meg, de ez már csupán rajtatok múlik. Na de most, hogy hoztam egy felelőtlen döntést, szerintem bele is kezdhetünk ebbe az egészbe. Hogyha olcsón szeretnétek játékokat vásárolni, akkor én a Zenebát ajánlom nektek, ugyanis ennek az oldalnak köszönhetően rengeteget tudtok spórolni, mindenféleképpen lessetek rá, ugyanis biztos vagyok benne, hogy meg fogjátok itt találni, amit kerestek, brutálisan jó áron, vannak itt különböző kiegészítők, ajándékkártyák, illetve játékok, ott van a link lent a leírásban, zsebeljétek be az áhított játékaitokat. Rettentő kíváncsi vagyok, hogy vajon az első meg a második részünk között lesz-e bármilyen összefüggés a Bloody Mary-n kívül, de hát kéne lennie. De értitek, mi van akkor, hogyha meghal mondjuk a főszereplőnk? A Bloody Mary szelleme rászáll a családjára majd? Meg is gyújtotta a kis gyertyáit. Hajnal 3 lehet. Ne csináld! És a tükör előtt kimondja, hogy Bloody Mary. De 3-szor kell kimondania, nem? De már a második után a nyakán megjelent egy kéz? Hát ez nem túl biztató. Én próbálok rettentően figyelni amúgy, és teljesen átszellemülni, ugyanis lehetséges, hogy hamarosan nekem meg kell idéznem a véres Marikánkat. Biztos, hogy akarom ezt? Bloody Mary. Most mondta ki harmadjára, és ezzel kellett volna megidéznie, de hát nincsen itt semmi, ő is nevet. Most még. Aha! Csak a húzat! Persze! Nyilván csak a húzat! Oltja le a gyertyákat, meg töri be a tükröt! És mennyire parán nézett ki, hogy a törött tükörképből láttuk a csajszit. Nyilván nyikorognia kell, és úgy kell elhúzódnia annak a zuhanyfüggönynek, és már áram sincsen. Hát, ez a véres Marika nagyon, de nagyon bedurvul. Tudjátok, hogy fogom én megidézni? Hogy a pultomra lerakok egy kést magam mellé majd önvédelmi szempontból, tudjátok? És tudja a lánynak a nevét? Hú! Nincsen ott! Most kéne, tudjátok, megnyugodnunk, hogy nincsen semmi probléma. Közben pedig... nagyon is van probléma! Mi van abban a kádban? Vér? De nem, ugyanis... ne! És ezt látja a vízben? És így látja saját magát? Vagy ő bizony Bloody Mary volt? Nem ismer saját maga? Na azért ez durva volt, nem is kicsit? És hogy eltűnt a csajsz a lefolyóba? Nem akarok eltűnni a lefolyomba, na nem azért. De nem lesz semmi, hogyha meg is kéne idéznem, legalábbis reménykedjünk benne. Na de kíváncsi vagyok, hogy a második rész
hogyan fog ide kapcsolódni, hogyha egyáltalán ide fog. Szóval akkor szerintem nézzük is. Ezek szerint Vladimiri mindig így kezdi, hogy csak így elkapja az áldozatoknak a nyakát. Hát eléggé durva ez a Marika, mit ne mondjak. De ki mondta háromszor a nevét? Még nem, csupán kettőször, de szerencsére nem Vladimiri nem engedi ki őt a fürdőből, hanem bizony a barátnői, akik gondolom, hogy belerángatták őt ebbe az egészbe. Ilyenek az igaz barátok. Akkor engedünk ki, hogyha kimondod még egyszer. Tolja neki a barátnője, hogy mi is megcsináltuk ezt, és semmi sem történt. A másik bari nő pedig suttogja neki, hogy de ezt nem is próbáltuk ki. Tudom jól. Ti nyuszik voltatok, és nem mertétek kipróbálni. Bezzegőt ráveszitek. Bloody Mary. És ki is mondja harmadszorra. I said it, now let go of the door. Amely hatására el is alszanak a gyertyák. I'm serious, Lauren. Open the door. She's telling the truth, Elizabeth. We're not holding the door. Azt hiszi, hogy a barátnői szórakoznak vele, hogy paráztassák, közben pedig már nem fogják az ajtót, hanem ez bizony már Vladimiri. De a barátnői miért nem mennek segíteni neki? Hát próbáljátok már kinyitni az ajtót! Ő is a lefolyóban fogja végezni. Ez rendes paráb, mint a legelső rész? Milyen jól megcsinálták már, és hogy néz ki? De ne aggódjunk, nincsen semmi probléma, mivel a zuhanyfüggöny betölti a védelmi páncél szerepét, úgy funkcionál ez, mint egy takaró, amit magadra húzol, hogyha félsz. Azon keresztül egyszerűen nem tud téged megtámadni. Vagy mégis? Na, hát eltűnt. És mindjárt ő is megjelenik. A lefolyóban, hogy így kezdődik mindig? Hogy színezett víz lesz legesleg először, és akkor abból fog feljönni. És tudjátok, megidéznénk mi is, és akkor random ezt tapasztalnám a valóságban. Az biztos, hogy elköltöznék. Már hogyha élnék még addigra, hogy elbírjak költözni. De ő is mennyire, de mennyire parán néz ki. Na végre! A barátnője próbálkozik legalább, hogy megmentse az életét. Ezt vártam már mióta. De hát... hiába. Ugyanis őt is elvesztettük. És eltűnt. A lefolyóba! Sőt, ez a Vladimiri már sokkal, de sokkal durvább. Ugyanis kiírta a tükörre, hogy mondd ki a nevemet. Újra fel is gyulladtak a gyertyák, és bezárult az ajtó. Hát, ezek szerint ők sem fognak onnan kijutni élve. Mennyire durva volt már ez az egész? Imádom egyszerűen ezt a csatornát, ugyanis annyira félelmetesen vannak megcsinálva, és egyszerűen minden passzol. A zenék is, az effektek is, a jumpscare-ek is. Rettentően éltem én. Azt, hogyha nekem kell ezt megcsinálnom, kevésbé fogom. Már hogyha meg kell, ez csupán rajtatok múlik. Szóval kérlek, ne lájkoljátok, nem, lájkoljátok be ezt a videót, megcsináljuk! Már hogyha meg lesz a 3000 like, ott van minden lent a leírásban, a gameplay csatornámmal együtt, hogyha esetleg még nem tettétek volna, mindenféleképpen iratkozzatok fel oda is, ugyanis pörgetjük ezzel a gameplayeket,
Hogyha pedig a csengőt még nem nyomtátok volna be, kérlek tegyétek meg, ugyanis akkor nem fogtok lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnétek lemaradni semmiről sem, akkor gyertek vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!